karcagnak fejlődnie kell. Adventét gyertyajújtás. Óvodai nevelés a református óvodában. A város fenyőfája. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 29-én 18 óra 5 perckor. A Városházán tartott sajtótájékoztatón jelentették be a város három újabb fejlesztését, beruházását, melyhez kormányzati támogatást kapott az önkormányzat. A megjelenteket Varga Mihály pénzügyminisztert, miniszterelnök helyettest és F. Kovács Sándort, térségünk és városunk országgyűlési képviselőit, Szepessy Tibor polgármester köszöntötte. Ma egy olyan fordulóponthoz érkeztünk, amely Karcag város életében az elkövetkezendő évekre, évtizedekre kihatással lesz, a város fejlődésének meghatározó pontja lesz, és amelyre mi karcagiak, mi sportszerető karcagiak nagyon régóta várunk. Megkérem miniszter urat, hogy ezt a bejelentést, ezt a lehetőséget, amellyel tovább fejlődik településünk, tegye meg, és biztasson bennünket ennek a jelentőségére. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr, tisztelt polgármester úr, hölgyeim és uraim! A kormányzati jelenlét a mai sajtótájékoztatón mindenképpen indokolt, hiszen ahogy arra a polgármester úr is utalt, és képviselő úrral is jó néhány ponton összekötődik a munkánk, a tevékenységünk. Az elmúlt években az volt a jellemző, hogy a kormány az önkormányzattal szoros együttműködésben tudta megvalósítani a legfontosabb fejlesztéseket. Erre törekedünk nem csak Karcagon, hanem az ország számos más pontján is. Elérkeztünk most Karcagon egy olyan ponthoz, amikor megújul a város sportélete, és remélem, hogy nem csak a város sportélete, hanem a közösség élete is, hiszen egy olyan többfunkciós sportcsarnok alapkövét helyezhetjük majd le, remélem hamarosan, a tervezés után, amelyik a város sportszerető közönségén túl mindenkinek, kicsiknek, nagyoknak, fiataloknak, időseknek is rendezvényhelyszínül szolgálhat. Polgármester úr utalt rá, hogy ez az együttműködés nyilván akkor lehet eredményes, hogyha 100%-ban mindenki elvégzi azt a feladatot, ami ráródt a gondviselés a Jóisten. A kormányzat az elmúlt években abban volt érdekelt, hogy azok a tervek elkészüljenek, megszülessenek, amelyeken keresztül egy-egy régió vagy egy település fejlődése, fejlesztése tovább tudott lépni. Karcagon is így volt ez. A kormány jó szándékkal áll hozzá minden olyan kezdeményezéshez, ami beleilleszkedik egy nagyobb koncepcióba. Ez a nagyobb koncepció most a sportfejlesztés. Utalnék itt arra, hogy nem csak közvetlen direkt beruházási támogatásokkal, hanem mondjuk a adórendszer átalakításával, a működtetésben való besegítéssel is törekedett arra a kormány, hogy az ország számos helyén lehetőség szerint megvalósuló és aztán működtetett létrejövő működő intézmények, sportcsarnokok, kisebb vagy nagyobb tornatermek alakuljanak ki. Ehhez a ponthoz jutottunk most el. Utalni szeretnék arra, hogy ez a fejlesztési vonal nincs egyedül, hiszen az elmúlt hónapokban is képviselő úrral és polgármester úrral együtt tudtunk dolgozni annak érdekében, hogy a beruházásaink megvalósuljanak. Azt a jó hírt szeretném önökkel megosztani, hogy két olyan fejlesztés is kormányzati támogatást kapott, amelyről korábban csak tervek szóltak. Az egyik a milánói pavilonnak a elkészülte befejezése, ezt a kormány támogatni fogja. Másrészt pedig a déli temetőben a ravatalozónak a megújítása is megkapta azt a szükséges támogatást, amellyel a kivitelezési munkák majd megindulhatnak. De tovább kell lépnünk. Ez a sportfejlesztés most egy nagyobb lépés. Azt kell mondanom, hogy régóta várt erre nyilván a város közönsége is. Mi a kormány részéről azon fogunk dolgozni, hogy amikor megszületnek a tervek, amikor elkészül a kiviteli engedélyes terv, és amikor megvannak a jóváhagyások, akkor a kormány is ott legyen az önkormányzat mellett, hogy a szükséges fejlesztési forrásokat közösen tudjuk majd előteremteni. Ezen fogunk tehát dolgozni, és nagyon bízom benne, hogy a következő év során már a kivitelezési munkák is megkezdődhetnek.
Köszönjük szépen, miniszter úr, képviselő úr. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a televízió nézőket, és először is azt szeretném mondani, hogy a karcagiak több évtizedes álma válik valóra, hiszen több évtizede vágyik ez a város arra, hogy legyen egy olyan sport, kulturális központ, amelyet ez a város megérdemel. És az elmúlt időszakban, köszönhetően a kormány támogatásának, nagyon sok szép beruházás történt itt Karcagon, de nem csak Karcagon, az egész országban és a térségben is. Kisebb beruházások, nagyobb beruházások, figyelt az önkormányzat és a kormányzat arra is, hogy olyan kicsi apró beruházások, mint akár egy kerékpárút, egy parkolóépülő építése is megvalósuljon, de figyelt arra, hogy akár nagyobb volumenű, akár több évtizedre, akár egy fél évszázadra meghatározó beruházások is megvalósulhassanak. És köszönet a magyar kormánynak, amely nem csak Magyarország kormánya, hanem a magyarok kormánya, hiszen az ország lakosságaira figyel, az ország lakosságára, azokra az igényekre, amelyet akár a vidéki ember is meg tud fogalmazni. És egy olyan csodával találkoztunk most, egy olyan csoda kapujába vagyunk, amely azt gondolom, hogy Karcag városának hosszú évtizedekre meghatározza a jövőjét. Hiszen megépül ez a stadion, ez a sportcsarnok, amely nem csak egyszerű sportolási, hanem kulturális lehetőségekre is lehetőséget ad. És én azt gondolom, hogy olyan tempót diktál a vidék felemelkedésében, amely talán 100 esztendővel ezelőtt volt utoljára, vagy talán régebben. Én köszönöm miniszter úrnak azt, hogy gondol szülővárosára, gondol a térségre, gondol a vidéki Magyarországra, hiszen az itt élő emberek is megérdemlik azt, mint akár egy nagyvárosi, akár egy fővárosi ember. Én köszönöm még egyszer a kormány támogatását, és köszönöm azt, hogy ezt a munkát úgy végzik, hogy van forrás. Hiszen a magyar gazdaság jól teljesít, és mi mindig büszkék vagyunk arra, amikor látjuk a magyar gazdaság gazdasági sikereit, hogy miniszter úrnak ebbe oroszlán része van, és ennek az eredményeit is láthatjuk. A tavasszal én azt gondolom, hogy akár a nyár folyamán már az előkészítő munkák megkezdődhetnek, és a karcagiak tudják, hogy a déli temető ravatalozója talán 50, 60 vagy 70 éve nem újult meg. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos bejelentés, és a milánói pavilon pedig egy olyan turisztikai látványosság lesz itt a térségben, amely egy kicsit meglendíti Karcagváros turizmusát. Én még egyszer köszönöm a magyar kormánynak ezt a figyelmet, ezt a támogatást, és köszönöm miniszter úrnak azt, hogy figyel, nem felejtél a város, nem felejtél a térséget, és én azt gondolom, hogy ha van egy jó csapat, akkor megvan a siker is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én Karcagváros lakossága az itt élők nevében szeretnék köszönetet mondani miniszter úrnak, a magyar kormánynak a támogatásért, hiszen ahogy képviselő úr is elmondta, mind a milánói pavilon, mind a ravatalozó, mind pedig azok a sport létesítmény fejlesztések, amelyek az elmúlt hónapokban, napokban kerültek, és kerültek a mai napon bejelentésre, ahogy elhangzott többször is, hosszú távon, évekre, évtizedekre meghatározzák majd Karcag jövőjét, hiszen Karcag egy olyan útra lépett a fejlődés útjára, amelyet nagyban köszönhetünk az elmúlt évek gazdasági sikereinek, miniszter úrnak, a magyar kormánynak. A szokásos mondattal tudom befejezni, Karcag fejlődik, mert Karcagnak fejlődni kell. Vasárnap kezdődött az advent, a karácsonyra készülés 4 héten át tartó időszaka. Idén a világjárvány miatt különösen nagy hangsúlyt kap az otthon és a család. Városunkban ünnepi műsor keretein belül gyújtotta meg az adventi gyertyán a lángot városunk polgármestere, Szepesi Tibor. Karácsony készül, emberek. Szépek és tiszták legyetek. Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek. Tisztelt ünneplő közösség, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves televízió nézők, kedves karcagiak!
Karcagváros önkormányzata, valamint a szervezők nevében szeretettel köszöntöm Önöket Vas Albert soraival advent első vasárnapján. Hosszú idő telt el azóta, hogy együtt ünnepelhettünk adventi időszakban, hogy egymás mellett ülve, igaz, hogy maszkok mögé rejtve mosolyainkat, de legalább egy közösségben lehetünk az év talán legszebb ünnepéhez közeledve. Az advent jelentése az eljövetel, a megérkezés, a boldog várakozás öröme. Megérkezni és türelemmel várakozni. Milyen egyszerűnek tűnik mindez, és milyen könnyű kimondani, de milyen nehéz ezt a nyüzsgő és rohanó világunkban megvalósítani. Mert annyira elfoglal minket a hétköznapokban a sok-sok feladat, a kötelezettségek, a világnak való megfelelés kényszere, hogy amikor egy kicsit lassítani kellene és szeretteink felé fordulni, bizony nehezen vagyunk képesek a megállásra, az odafordulásra, az odafigyelésre. Mi ennek az oka? Tehetjük föl magunknak és egymásnak is a kérdést. Talán az, hogy a mindennapokban a várakozás sok-sok negatív élménnyel függ össze. Türelmetlenséggel, tehetetlenséggel párosul. Közben a nagy sürgés forgásban olyan könnyen feledkezünk meg a hozzánk legközelebb állókról. Az otthon nyugalmáról, szeretteinkről, miközben pedig lelkünk mélyén csak az adni vágyásról, az odaadásról, a másokért, szeretteinkért való tenni akarás érzéséről. Tisztelt egybegyűltek! A mai napon, ebben az évben először kigyulladnak advent fényei. Ezek a fények végig kísérik a ma kezdődő adventi időszakot, mely a közelgő karácsonyról, az újjászületésről, az erre való várakozásról szól. A megváltó megszületése óta hisszük, hogy csak a szeretetben születhet újjá az élet. Az adventi koszorú fényei, a négy gyertya, évszázadok óta a biztosan bekövetkező, mindannyiunkra váró örömhír hírnökei. Az adventi koszorún minden gyertya egy fogalmat szimbolizál. Ezek a hit, a remény, a szeretet és az öröm jelképei, melyek arra figyelmeztetnek bennünket, hogy nem vagyunk reménytelenül magunkra hagyva és kiszolgáltatva ebben a világban. Az otthonainkban és itt a városházán, majd a karcagi utcákon is kigyulladnak ünnep fényei, ünneplővel öltözött szívvel várja városunk. Ez a fény hassa át a mi mindennapjainkat, a mi készülődésünket is. Kívánok Önöknek szeretettel eltöltendő boldog advent és valamennyi álmukat beteljesítendő, amelynek legyenek vezérfonalai a hit, a remény és a szeretet. Hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, hogy méltó módon tudjunk befogadni a kisgyermekként közénk érkező Istent, az élet urát fogalmaztak. A keresztény és minden emberi közösség tapasztalata, hogy a nagy eseményekre készülni kell. Az újkori adventi szimbóluma az adventi koszorú. A fenyőágakból font koszorú négy gyertyája az adventi időszak négy vasárnapjára utal. A három lila gyertya a bűnbánat időszakát, az egy rózsaszín pedig azt jelzi, hogy van okunk az örvendezésre is, mert már közel van a megváltó eljövetele. Földvárin és Simon Ilona, karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda intézményvezetője arról nyilatkozott televíziónknak, hogyan alakul a 2021-22-es nevelési év az óvodában, milyen lehetőségek adottak a gyermekek számára az intézményben a tehetségük kibontakoztatására, és melyek a jövőbeli tervek az óvoda életében. A vezető emellett szólt a vírushelyzetet érintő prevenciós feladatokról és teendőkről is.
Üdvözlöm Földváriné Simon Ilonát, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola Talentum óvodájának az intézményvezetőjét. Nemrégiben nyitotta meg kapuit a református óvoda, a Refi Ovi, ahogy itt a karcagiak mondják, nevezik. Mit lehet tudni az eddig elmúlt időszakról? Hát nagyon izgalmas szeptemberünk volt, ugyanis szeptember 1-én itt a városban, Karcag városában kinyitotta kapuit az első egyházi fenntartású óvoda, a református óvoda, a Talentum óvoda. 82 fővel indultunk, és a jelenlegi létszámunk 86 fő. Három csoportot sikerült beindítani. Igen nagy volt az érdeklődés, és azt kell elmondani, hogy április 30-ára már megvoltak a csoportok. Megvolt a személyi feltétel, menet közben kialakult a tárgyi feltétel is, úgyhogy megnyugtatóan, nyugodtan tudtunk szeptember 1-én indulni. Az óvodában megvannak a programok, nagyon gazdag délelőtti, délutáni programok vannak. Beindultak a talentum foglalkozások a délutáni órák keretein belül, tehetség műhelyek, talentum foglalkozások, és tulajdonképpen nagyon jól indult, én azt gondolom, hogy jól indult az óvoda. Nyugalom van. Én, ahogy hallottam, a tagovoda vezetővel is beszélve, szülőkkel is beszélve, meg vannak elégedve, ezt várták, ezt a nyugodt, kiegyensúlyozott programokkal teli óvodát, illetve azt a lehetőséget, amit az óvoda nyújtani tud. Azóta is folyamatos az érdeklődés, négy gyereket ismételten, négy kisgyermeket át tudtunk venni, viszont már hármat nem, mert már nem akarjuk a csoport létszámokat tovább növelni. És ami a Talentum óvoda népszerűségét is igazolja, vagy aláhúzza, hogy jövőre a 2022-es nevelési évre már 32 gyereket nem írattak be a szülők meg hivatalosan, de már jelezték, hogy a református óvodában szeretnék majd íratni a kicsi gyermeket kis csoportban. Tehát nekünk abban kell gondolkodni, és abban is gondolkodunk, hogy jövőre, tehát 2022-ben két kis csoportot fogunk tudni indítani. A tárgyi feltételek megvannak, mert van egy olyan nagy foglalkoztatónk, amelynek négyzetmétere 43 négyzetméter, tehát azt a foglalkoztatót át tudjuk alakítani csoportszobává. Minden különösebb tervezés nélkül két óvónő, egy dajka kerül majd felvételre, és akkor így a két csoportot, két kis csoportot be fogjuk tudni indítani, és ennek nagyon örülünk, és itt is szeretném a szülőknek az érdeklődést megköszönni. Jelenleg az óvodában hol tart a vírushelyzet, mit lehet tudni a részletekről? Mi sajnos úgy indultunk, szeptember végén két csoportot be kellett zárni. Először az egyik csoportot egy hétre, utána a másik csoportot másik hétre, egy covidos megbetegedés miatt, de azóta úgymond normalizálódott a helyzet, nagyon vigyáznak a szülők, és betartják azt a nagyon fontos szabályt, illetve kérést, hogyha beteg a gyerek, akkor ne hozzák se a óvodába, se pedig a iskolába. Tulajdonképpen működünk, nyilván vannak beteg gyerekek, voltak is mindig, és sajnos mindig is lesznek, mert olyan az időszak, ugye ez a novembertől márciusig, hogy ugye a betegség az itt van köztünk, de én azt gondolom, hogy vészhelyzetről semmiféleképpen nem kell beszélni, mert nincsen.
A Városháza előtt hétfőn felállították a város fenyőfáját. A részletekről Szepessy Tibor polgármestert kérdeztük. Évek óta felhívással él az önkormányzat a város lakossága felé, hogy azokat a fenyőfákat, amelyek kivágásra érettek, és a lakók úgy gondolják, hogy felajánlják karácsonyi díszként a város karácsonyfájának, azt örömmel veszik. Figyelemfelhívással érünk a város lakossága irányába, hogy azokat a fenyőket, amelyek kivágásra érettek, és a lakók úgy gondolják, hogy fel tudják ajánlani a karácsonyi díszként a város karácsonyfájának, azt örömmel veszük. Idén is így történt. A ma délelőtt, ma reggel folyamán érkezett ide a térre a város fenyőfája, a rokkant kertben került kivágásra, és onnan jött meg a fa, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Orvos Nagy Lászlónénak a felajánlást, hiszen valóban egy csodálatos és egy nagyon szép fa került ide a Városháza elé. Csinosítása lesz majd, hiszen most még csak el van helyezve, utána rákerülnek a díszek. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!